Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. A Bősi aranyművek két arany gólgyárosa mellettem. Ez fél lépés, és ez a mondat igaz, és ez a fél lépés majd a vasárnapi Garam Kovácsi elleni derbin dől el. Tóth Laci, hány gólos is, vagy 5, 6, nem tudom, nem számolom. Nem számolod, Kevin, te 23, te számolod, 23, ugye? 23, igen. Igen, mert ugye van ott apukáddal beszéltem, aki néhány fordulóval ezelőtt azt mondta, hogy ugye Drianowski és a Valenta azok első ligás csatárok, ők igen. Álltak előtted, ez motivált téged, hogy őket megelőzd? Nem annyira figyelem, de ez is egy jó dolog, egy motiváció most már, egy utolsó 4-5 fordulóval, de nem nagyon figyeltem ezt, úgyhogy párszor oda néztem, de mondtam, hogy meccsre kell menni, és hogyha úgy akar lenni, akkor úgy lesz a végén. Ugye utoljára, amikor beszéltünk a Tóth Lacival, akkor éppen itt a Frankó TV kamerája előtt eldobta a mankót, ez nagyon jól sikerült, remélem, hogy szerencsét hoztunk, mert belejöttél a gólgyártásba, sőt, már ma Iva Mincsics kidőlése, innen is jobbulást kívánom, utána kapitány is lettél. Te leszel a vezér most itt a hátralévő 4 meccsen, Mincsics helyett? Szerintem nincs olyan, hogy vezér, szerintem többen vagyunk így, akik már öregebbek, és tapasztaltabbak, és együtt visszük a csapatot, és jó a kollektíva, úgyhogy nincs olyan, hogy valaki kitűnjön közülünk, úgyhogy egy csapat vagyunk, és egybe megyünk meccsre, egymást biztosuk, egymásért küzdünk, és én is lassacskán már ülök, hogy vissza tudok térni a régi formámba, na úgyhogy... Úgyhogy szerintem nincs olyan, hogy most valaki ki magasoljon innen. Hát igen, Kevin, neked ugye az a feladatod, hogy szervezd a játékot is valahol, és ennyi gólt támadó középpályásként, ez extra, igaz, hogy 11-esek és szabadrúgások is vannak benne. Motivál ez téged, vagy akkor is boldog vagy, gondolom, hogyha a Garam Kovácsit 4-0-ra legyőzítik, és mind a 4 gólt mondjuk a Tóth Laci lövi? Persze, győzelem a lényeg, én azt mondom, és hogyha tudok passzal hozzájárulni, gólpasszal, annak is ugyanúgy tudok örülni, mint a gólnak, úgyhogy nem olyan lényeges, szerintem az a lényeg, hogy minden meccsen jól teljesítsünk, és annyira azért nem mondanám, hogy annyira számít, de jó, hogyha gólt rúgok az is, de persze mindig eredmény első, mert azzal tudunk följebb lépni valahova. Ha nem lenne ilyen szigorú edzőtök, akkor nem is juthattatok volna ide el, és nem is lennétek ilyen jó játékosok. Úgy azt mondta a Patrik Johancsik, hogy nyugtatni kell titeket, hogy ne nézzétek a számokat, ne számoljatok, ne nézzétek a tabellát, hanem koncentráljatok arra, hogy verjétek meg a Garam Kovácsit. Ugye 2-2 volt ott. Azért mégis megkérdezem, hogy milyen érzés az, amikor van mondjuk 6-0-ához, vagy a szetlabdához, vagy meccslabdához egy teniszezőnek mondjuk 12 meccslabdája, mert valójában annyi meccslabdátok van, mert 12 pont előnyötök van. Tehát nehéz így a meccsre menni, amikor azt mondják, hogy na, meg kell verni, Párkányt is meg kell verni, hiába rúgott 9-et Tardoskedden. Nehéz így fejbe, vagy tényleg nem gondoltok erre? Szerintem nem gondolunk erre. Szerintem meccsről megyünk, összes meccsről ugyanúgy állunk hozzá, hogy meg szeretnénk nyerni, küzdünk a végsőkig, és hogyha tényleg végsőkig küzdünk, mindenki küzdeni fog a pályán, akkor szerintem nem lehet rossz eredmény a vége. Úgyhogy nem figyeltek arra, hogy a Garam Kovácsi mit játszik, hanem hogy leállítod a labdát, és mind itt az edzés végén félfordult a ballal a vinklibe kerüljön. Nem, az mondta edző, az is egy nagy ilyen csapda, hogyha elkezdünk számogatni és figyelni a tabellát, meg így meccseket előre már szétosztani, hogy mi hogyan, hogyha most nyerünk, az a legrosszabb, az a legnagyobb csapda. Úgyhogy ezt így próbáljuk kizárni, meccsre mennénk, mi, hogyha úgymond még volna hátra 50 meccs, és szerintem úgy a legjobb, mert amint elkezdünk számolgatni és előre gondolkozni túlságosan, akkor olyankor jön a nagy pofon, úgyhogy inkább így földön maradunk, és meccsről meccsre, és ilyenkor nekünk is könnyebb a pályán, szerintem nem érzünk akkora nyomást, hogyha nem számolgatunk és kizárjuk így a tabellát, hanem csak tényleg fölmegyünk, és aki ellenünk föláll, ezt meg akarjuk verni. Hát akkor remélem, hogyha Antal a Pista és rábólint operatőr kollégám, akkor vasárnap eljövünk a aranyat megünnepelni, és akkor engedjétek majd, hogy én számoljak helyettetek a gólokat a mikrofonba. Megengedjük. Ti csak lőjétek a gólokat. Rendben. Köszi szépen.